A Tájfutás mindenkinek horvát-magyar projekt nyitó eseménye után az első közös rendezvényt november 19-én és 20-án tartották a Mecsekben, Kövestető körzetében. Az együttműködés célja, hogy feltérképezzék a magyarországi és horvátországi tájékozódási futórendezvények szervezése területén a képzési igényeket, javaslatokat tegyenek a módszerek optimális összehangolására és mindezek tesztelésére. Ezt követik majd a kísérleti akciók, aztán jöhet az eredmények értékelése és megosztása. A projekt fő célcsoportját azok az önkéntesek jelentik, akik bevonhatóak a tájfutó rendezvények lebonyolításába, azaz jellemzően a felnőtt és szenior sportolók, versenybírók. A projekt egy évig tart, és az Erasmus Plus program finanszírozza. Az esemény, amin most vagyunk, az az O for All című Erasmus Plus projektnek a megnyitója, és ez a Tájfutásért Pécs Alapítványnak és a Varasdini Tájfutó Klubnak új közös projektje, ami nem előzmény nélküli. Tehát a Tájfutásért Pécs Alapítvány most már évtizedek óta működik itt Pécsett Baranyában, hogy a tájékozódási futásnak a hátterét segítsen megteremteni, akár anyagi, akár eszköz, akár térkép tudásbázis oldaláról, és az évtizedek során nagyon sokat pályáztunk, nagyon sok projektünk volt. Most már nemzetközi projektekből is azt gondolom, hogy komoly tapasztalattal rendelkezünk, és a legutóbbi két nemzetközi pályázatunk az horvát-magyar interreges pályázat volt. Ennek során ismertük meg a varasdi tájfutókat, akikkel nagyon-nagyon jó személyes és munkakapcsolat alakult ki. Így vágtunk bele ebbe az Erasmus Plus projektbe, aminek az a különlegessége számunkra, hogy ezt nem is mint sport projektet terveztük és indítottuk el, hanem mint felnőtt oktatási kezdeményezést, ugyanis a tájékozódási futásban az eseményeket, a versenyeket önkéntesek szervezik, tehát nem nagyon van úgy professzionális, hogy fizetett alkalmazottként tájfutó versenyt szervező rendező. A másik oldalról viszont az önkénteseknek nagyon-nagyon komoly tudással kell rendelkezni ahhoz, hogy egy versenyt megrendezzenek, kezdve a térképpel kapcsolatos információk, térképpel kapcsolatos tudástól ennek az informatikai hátterétől, az OKET című tájfutó programnak a használatától, a pályakitűzésen keresztül, egyes terepeknek a jellemzői, a versenyeknek a jellemzői, hogy kell lebonyolítani egy egész rendezvényt, az engedélyeztetéstől, a helyszínen történő építkezésig, meg mondjuk az eredményközlésig, ez rengeteg fajta tudást, ismeretet igényel, és ezzel szeretnénk foglalkozni. Egészen konkrétan azt a célt tűztük ki, hogy sorra vesszük, hogy milyen ismeretekre van szüksége egy önkéntesnek egy jó tájfutóverseny rendezéséhez, és megkeressük azokat a módszereket, hogy mivel lehet ezt a tudást legjobban megszerezni, hiszen önkéntesként nincs idő arra, hogy hónapokig beüljünk az iskolapadba, és ott tanuljunk. Tehát ennek igazából egy szenior edzőtábor programot próbáltunk meg összeállítani. Itt nagyon széles a kor összetétele a társaságnak, a felnőtt válogatott sportolótól egészen a 83 éves Ijász Istvánig, aki a legidősebb tagja jelenleg a pécsi tájfutásnak, és három feladat lesz a résztvevőknek. Először holnap egy csapatverseny lesz Pusztabányán, ahol különböző tudású sportolók fognak begyűjteni ellenőrzőpontokat, úgyhogy mindenki a tudásának megfelelően hosszabb, rövidebb távokat teljesítsen. Aztán délután egy érdekes feladat lesz, itt a Kövestető Hotel környékén lévő erdőt fogjuk közösen kihelyesbíteni. 11 csapat ilyen kiskertnyi területeket fog kihelyesbíteni, és fogjuk elkészíteni a
a hotel környéki erdőnek a térképét, és ezen az újonnan elkészült térképen lesz majd vasárnap egy kis váltóverseny a résztvevőknek. Tavaly körülbelül ilyenkor indítottunk el egy előadássorozatot, egy online előadássorozatot, ami azt célozta, hogy azokat a területeket, ahol fontos lenne tudást átadni tájfutóknak, önkénteseknek, olyan önkénteseknek, akik bevonhatók lennének tájfutó rendezvényeknek a szervezésébe. Őket képbe hozzuk, őket képezzük. Tehát lezajlott egy ilyen szezon, az MTFS-nek van egy tapasztalata erről, hogy ezt hogyan fogadták, hogy ez a képzési forma, ez mit tud hozzátenni a magyar tájfutó társadalomnak a működéséhez, és nagyon örömteli módon a pécsiek pedig belefogtak egy olyan közös projektbe ezzel a horvát klubbal együtt, ami azt célozza, hogy megtalálják, hogy az egyes képzési területeknek mi a legalkalmasabb képzési formája. A pécsi és a Varasdi Tájfutó Klub együttműködése hosszú évek óta tart, így a Tájfutás Mindenkinek elnevezésű projektre is közösen jelentkeztek. Drága nam je da smo i ove godine uključeni u projekt sa našim prijateljima iz PSKV, iz Mađarske i nadam se da ćemo produbiti ovu suradnju i raditi i na nekim drugim projektima koji su svakako važni za orijentaciju i orijentacijski sport. Evo, mi dolazimo iz Hrvatske, okupili smo jedan broj orijentacista koji su voljni se priključiti ovom jako zanimljivom projektu Erasmus Plusa, orijentacija za sve. Spremni smo pomoći, sudjelovati na način da utvrdimo znači, koje stvari nam to trebaju za organizaciju orijentacije, koji materijali su potrebni da se nauče orijentacisti, što je to orijentacija, kako se orijentacijom bavi, kako eventualno napraviti samo orijentacijski događaj, orijentacijski event i eventualno potrebne materijale koje su bitni za učenje same orijentacije i baviti se orijentacijskim sportom. A jelen tájfutó klub három tagja is csatlakozott a projekthez, akik három nap alatt két felkészítő versenyen és több kapcsolódó workshopon és terepgyakorlaton vettek részt. Dolazim iz Jastrebarskog, iz orijentacijskog kluba Jelen. Od ovog projekta očekujemo naučiti neke nove prakse i nova iskustva steći u organizaciji natjecanja i općenito edukaciji u orijentacijskom trčanju. Pa da, znači u ovoj radionici učit ćemo crtanje karte, imat ćemo neke organizacijske aktivnosti, trčat po šumi, timski rad, naglasak je na timskom radu i nadam se da ćemo mi i moji članovi nova znanja usvojiti. A workshopok 2022. november 18. és 20. között zajlottak a Pécstől északkeletre fekvő Pusztabánya térségében, melyen horvát és magyar egyesületekből összesen 50 tájfutó vett részt.